Na, minden rendben? Mennyi volt a? Rendben. 160 volt a végén, mert ugye 160? 162 testet. Hát itt nagyon orvosnál egy kicsit. Na, lógat gazdának előtt, Lajos bácsi. Megkapod akkor a Modernát, amit tudod a svájciak is kapnak. Igen. Abból kaptunk 10 betegnek mára. És akkor azt beadjuk neked. Utána pedig... De kaptok még többet, nem? Hát figyeljük a híradót, hát mi remélem kapunk. Hát itt több annyi, több ilyen idős ember van. Több, kapunk, nem? Szerintem lesz egy kis szúrás, ne jegyél meg. Fáj? Nem. Betoljuk neked, kihúzzuk, Katika beragasztja, leragasztjuk, és a negyed óráskát itt pihensz, jó? Ha valami bajodban szólsz, nem szokott. Hát történelmi pillanathoz érkeztünk el itt Mezőberényben is, hiszen az média által sokat hangoztatott házi orvosi oltás is megkezdődött a koronavírus járvány legyőzésére. Ugye ez február 4-től egészen 7-ig tart, és hát itt vagyunk most február 4-e csütörtök van, amikor is Mezőberényben is elindult, úgymond a lakosság szélesebb körű beoltása. Mezőberényben azért volt már oltás, ha jól tudom, a református idősek otthonában, illetve én tudok más intézményről is, hogy ott is volt oltás, viszont ilyen jellegű még nem volt. Hát egy háziorvos kérdezünk meg most itt, hogy Mezőberényben, illetve hát a te praxisodban ez hogyan is történik, miképpen is történik, halljuk, hogy miről van szó, de azért mégis gyakorlatban ez mi? Hát így van, ezt csak megerősíteni tudom, hogy ez egy a maga nemében egy történelmi pillanat. Elkezdődik a lakosságnak az oltása február 4-től 7-ig, a 1939. január 1 előtt született regisztrált betegeknek az oltása. Ez, hogy regisztrált, ugye ez egy elég fontos dolog, mert mi kapunk egy listát a regisztrált betegeknek a névsorával, minden háziorvos a saját betegeiről. Ez a jelen esetben az én betegeimnél 44 főt érint, és ezeknek az oltását kezdtük ma el. Gyakorlatilag ragaszkodnunk kell a lista által leküldött sorrendhez is. Az alapján tudtam én ma 10 beteget behívni, a Moderna oltás ampulájából, egy ampulából 10 beteget van lehetőségünk beoltani. Ez zajlik ma, ma kezdődött el. És ugye van még 6 személy, akit viszont te küldesz el Békés Csabára, hogy ott viszont a Pfizerrel oltsák be? Így van, ez minden háziorvosi praxisra az országban érvényes, hogy 6 főt be kell utaztatni a oltóközpontokba. Ugye a Pfizer vakcina az mínusz 80 fokon tárolandó, valószínűsítem, hogy azért nem adják ki, hanem be kell menni, és ezt is megszerveztük. Gyakorlatilag rengeteg segítséget kapunk, úgy az önkormányzattól, mint a kormányhivataltól. Ebből a 6-ból nálam 5 beteget a családja bevisz. Egy beteg kérte, hogy valahogy gondoskodjunk az elszállításáról. A polgármester úrék is készen álltak, segítenek valószínűleg, de jelen esetben a beteg szállító ezt elvállalta, úgyhogy ő fogja bevinni. Az én 6 betegemet szombaton fogják beoltani 10 óra 15-től 10 óra 30 percig. Ilyetén módon a te praxisodban most 16 ember kapja meg úgymond a védőoltást, és ha jól tudom, akkor itt majd lesz egy ismétlőoltás, tehát a Modernánál is van egy ismétlőoltás. Igen, igen, jól tudod. 16 fő, a Modernánál 28 nap múlva lesz a második ismétlőoltás, a Pfizernál pedig 21 nap múlva. Ahhoz képest, hogy 44, ugye, ha jól emlékszem, 44 főt mondtál, hogy igényelték, hát mekkora te praxisod? És ebből mondjuk hányan igényelték eddig? Vagy erről van valamiféle információ? Hát erről pontos információm nincsen. Én ugye nézegettem az adatbázisomat. A praxis olyan 1860-70 fő, és megnéztük a korcsoportot is, tehát szerintem minimum 50%, de inkább több igényelte az első körben, de ez folyamatos, tehát ez még nincs lezárulva. Többen hívogatnak minket, ugye, hogy nézik gondolom a médiát, hogy megindult az oltás, és kedvet kapnak, és egyre többen hívogatnak. Én mindenkit csak biztatni tudnék, hogy jelen helyzetben, mivel nagyon sok más választásunk nincsen, regisztráljon és vegye föl a védőoltást. És az egyik, aki mondjuk már átesett a fertőzésen, az is megkaphatja a védőoltást? Most ebben a körben, vagy majd a következőben, vagy ki tudja hanyadni? Megkaphatja, igen. Hát én magam is átestem. Novemberben 2 hétig betegeskedtünk az egész családom.
És akkor volt egy olyan rendelet, hogy 90 napig, aki átesett, az nem kapja meg, mert feltételezték, hogy van annyi ellenanyag, aztán ezt feloldották. Én vasárnap, tehát ezelőtt 5 nappal megkaptam az első védőoltásomat, a betegségem utáni 70. napom. Tehát a válasz az, hogy igen, egyértelműen, aki átesett, az is fölveheti, sőt, javasolt is. Én azért úgy gondolom, hogy azért aznak rohanni nem kell, tehát 3 + 6 hónapi kvázi védettséggel rendelkezik, de mindenképpen javasolt a regisztráció. Elnézve, hogy milyen a beoltási ütem, úgyse fog 30 napon belül szerintem sorra kerülni. Igen. Na most egyébként akkor ezek szerint bennem egy kis kavar volt, hogy akkor most te választod-e ki azt a, mondjuk jelen pillanatban azt a 10 szemét vagy 16 szemét, aki megkapja, vagy pedig tulajdonképpen megmondják a regisztrációs sorrend alapján, hogy akkor mi is tulajdonképpen az a sorrend, akik megkaphatják ezt a védőoltást. Igen, tehát itt nagyon fontos az, hogy regisztrálni kell. Mi azt a névsort kapjuk csak meg, aki regisztrált. Aki nem regisztrált, az nem kap védőoltást. Én megkapok egy névsort, ott szigorúan ragaszkodnom kell a behívás sorrendjébe a regisztrációs idő. Ugye ők a regisztrációs idő szerint küldik le a listát. A szabadság, az orvosi szabadság abban van, hogy ha valaki olyan beteg, lázas, akkor ugye azt nyilván kihagyom, vagy éppen már kórházba tartózkodik, vagy olyan szituáció történt, ami miatt nem tudom beoltani, abba kapok szabadságot, hogy azt akkor a következőket abból betölthetem. És akkor most 16 ember kapja meg, ugye ők megkapják majd a ismétlőoltást is, viszont azutánról van valamiféle bármi információ, de akár ilyen süttyomba kapott információt, hogy hogyan vagy miképpen folytatódhat? Hát most nem tudom, arra gondolsz, hogy az ellenanyag szintjük meddig tart, vagy... Nem, hanem hogy majd ez az oltási folyamat, ez, hogy hogyan, vagy milyen idő intervallonga képzelhető, hogy folytatódik több oldása, ember. Hogy a 16 után... Ne, hát nem, erről semmi információm nincs gyakorlatilag, ez most mindennaposan megy ugye az összes hírcsatornán. Gyakorlatilag én úgy érzékem, hogy ez oltóanyag függő. Tehát ha jön az oltóanyag, akkor mi azonnal kapjuk ide az oltóanyagokat, és gyakorlatilag egy nap alatt mi meg tudjuk szervezni, behívjuk a betegeinket, mindenkinek rögzítve van a címe, telefonszáma, és mi fogjuk értesíteni. Tehát te keresed, tehát ti keresitek meg igen, a... Igen, mi keressük, értesítjük őket, igen, igen. Most nem tudom, mit szólnak az emberek a vakcinákhoz, hát ugye itt is megy a mizéria, hogy a kínai, az oroszt, az beadatnák. Én most megkérdeztem kint, volt, aki azt mondta, hogy az oroszt egyébként beadatná, a kínaira senki nem mondta. Hát most ebben én nem mennék bele, mert ez egy szubjektív, nekem, mint orvosnak, nagyon tetszett, amit a Szlávik János főorvos úr mondott a médiába. Ugye ő rengeteg embert látott ott meghalni az osztályon lélegeztetőgépen, és azt kommunikálta, hogy a halálnál mindegyik jobb. Tehát én is úgy fogom föl, hogy ugye ez, amelyik van, amit kapunk le ide, ugye én nem tudok válogatni, tehát én azt javaslom mindenkinek bátran, hogy ha én várom azt a felelősséget, hogy beadom, akkor nyugodtan fogadj el. És ha jól tudom, akkor utána, mint házi orvosnak figyelned kell azt, hogy mi is történt. Mi is történik az most következő 2 hétben, illetve majd az gondolom a másik dózis utáni időszakban, vagyis hogy hogyan is reagálnak a te pácienseid. Persze, mindenképpen szoros követés van, így van. És hát az eddigi tapasztalatok azért azt mondhatják, hogy nagy mellékhatásokat nem észlelünk. És akkor itt még egy gondolat, hogy mindenkinek javasolt fölvenni. Tehát aki lázas beteg, az akkor nem, de akár daganatos, akár immunbeteg, ha 20-30%-kal is növeli az immunitását, már akkor is érdemes fölvennie. Tényleg ez korábban is megfogalmazódott bennem, hogy ti azt nézitek, vagy kell azt nézni, hogy most éppen valaki, mert hogyha éppen olyan ember, aki egyébként hordozza a vírust, akkor az is megkaphatja a védőoltást, vagy akkor inkább essen át rajta, aztán majd lesz. Nem nézzük, tehát erről szól a mese, hogyha a lázat kell itt mérni, ha lázas, nem adjuk be. Ha csak úgy hordozó, és nem beteg, meg nincs panasz, akkor ugye átmegy a szitán, de alapvetően illene, hogy aki beteg, az lázas. Na hát nem titkolt célunk egyébként, hogy az embereket, a berényeket rávegyük arra, hogy igenis oltassuk be magunkat minél többen, mert hogy hát a fertőzést így lehet megállítani. Hát reméljük, hogy nem tudom, hogy neked mik a tapasztalataid, ezek szerint pozitív, tehát azért jelentkeznek rendesen az emberek, és érdeklődnek is, hogy minél hamarabb szeretnék ők is beoltatni magukat. Igen, nekem pozitív, tehát sokan hívnak, inkább most az a gond, hogy kevesebb az oltanyag, mint amennyire volna igény. Maximálisan pozitív, és biztatni is tudok mindenkit. Ha esetleg nem megoldhatatlan, akkor arra is kérlek téged, hogy írd ki azt a regisztrációs
weboldalt, hogy aki még esetleg gondolkodik és nem tette meg, az regisztráljon bátran. A családtagok pedig segítsenek a időseknek, mert ugye most a 80 év felettieket oltjátok, de hát megyünk lefelé az életkorba, illetve visszafelé az életkorba, és hát gondolom jönnek majd a korábbi korosztály. Hát természetesen, akik hiába most nem regisztrált, tegyük fel 85 éves, de kedvet kapott és regisztrál, az nyilván később sorba fog kerülni, természetesen. Én így gondolom. Hát akkor hajrá, reméljük, hogy minél több vakcin érkezik hozzátok, és akkor folytatódik ez, illetve hát a másik többi praxisba is. Nagyon szépen köszönöm, jó munkát! Én is köszönöm, és viszont jó munkát neked is. Ez a, tudod, ez a modern, amit... Igen, igen, igen. Ez most a legmodernebbek egyike. Ja. Sajc bevásárolt ebbe egy rakásra. Igen. Azt hiszem, azok sok, többfélét lehet. Róga? Igen. Kis szúrás lesz. Sajc? Nem. Bohacsipés. Nem. Leragasztjuk. Jó, én lehet engedni. Fogsz kapni róla egy igazolást. Igen. Amire rá lesz írva, hogy március 4-én hányra kell jönni a másodikra. Jó. Most egy negyed órácskát itt pihentek, jó? Jó, köszönöm szépen. Majd Katika segít neked kiülni. Viszontlátásra, köszönöm szépen.